Táncosok, rofják így kedve a zenére, környékbeli jó vendégek sokfelől érkezve. Kisbíró hirdette ki a születi felvonulás menetét Kétyen. A hagyományos őszi mulatságra a falu apraja nagyja összegyűlt. A viseletbe öltözött felvonulók megálltak és táncokat mutattak be az utcán az őket néző helyieknek. A hagyományőrzők között sok óvodáskorú gyerek is volt. Tradíció, ezeknek a gyerekeknek a szüleik is táncoltak, mi gyerekként is, és hogyha nem is lettek ők hosszú távon táncosok, viszont egy jó alappal, jó attitűddel rendelkeznek, és a gyerekeiknek meg már természetesnek veszik, hogy ők is táncolnak. A településen már sok éves hagyománya van annak, hogy a születi időszak vége felé közeledve az ősz kezdetén közösen ünnepelnek a kétyiek. Idén a felvidéki érsekkétről is érkeztek vendégek. Hát az 1996. november 15-én érkeztek tőlünk felvidékről, érsekkétről ide Kéty településre az első delegáció. Ők vették fel a kapcsolatot. Hát én akkor még csak 11 éves kisgyerkőc voltam, szóval nem vettem részt ebben, de akkor ugyebár, jól emlékszem, 10-15-en van a érsekéti krónikában, úgy írnak róla, hogy 15-en érkeztek akkor legelőször. Azóta pedig a két település lakói minden évben meglátogatják egymást. Idén előbb a házigazdák készültek kulturális műsorral, majd a vendégek mutatták be az ittenieknek, hogy miként készülnek feléjük a hagyományos tésztaköretek és a knédli. Kell kereszteni, egy óra hosszát keresztjük, és amikor keresztés után fel kell tenni, gőzön kell párában 20 percig főzni, és így bármilyen ételhez, gombás húshoz, vagy bármilyen ilyen szokják a kacsához, vagy libá húshoz is káposztával fogyasztani. Két polgármestere azt mondta, a helyiek már ki voltak éhezve a közös mulatozásra, amit az elmúlt években nélkülözniük kellett. Ezek a rendezvények azért vannak, hogy a településünk lakossága jó szórakozzon és kimozduljon otthonról, ha csak egy kis időre, akkor is egy kicsit lépjenek ki az emberek ebből a mókuskerékből, és ezért próbálunk ilyen rendezvényeket rendezni, és aki megtisztel minket, veszi a fáradtságot és elfogadja mi meghívásunkat, annak egy vacsorával kedveskedünk. Kétyen a vacsoratányérokba ezúttal babgulyás és knédli került.